A macska rúgja meg nem tudok kiötleni egyetlen jó intrót sem. Hét, tudtátok, hogy jelenleg megy, vagyis mire felkerül ez a videó, már lement Magyarország legújabb animációs sorozata, a Toldi, aminél a nagyon vicces magyar fiatalság minő hasonlóságot talál Toldi Miklós fénylő aranyhaja és a kínai mesékben megtalálható Son Goku szupercsillagharcos alakja között. És igen, ebből a tényből rengeteg vicces és oké, be kell valljam, elég elképesztő alkotások születtek. Például itt van a Toldi anime opening, és wow, impresszív, jó magam se tudta volna jobban összerakni. Ezt minden irónia nélkül mondom, de nekem permanens olyan a hangom, mint hogyha iróniába beszélnék. Erre jut eszembe a Mondokonon az AMV verseny, beléptem a vetítőterembe, azt hittem valami profi munkát nézek, olyan jó volt. Tudom, hogy a tojásos animéről volt, úgyhogy aki azt csinálta, az büszke lehet magára, mert kitüntetem. Ja, és még mielőtt elfelejtem, shoutout annak a kamerás Chadnek, aki felismert, feldobta a napomat. Mindenki más megbukott. Tudom, hogy mindenki látta azt a nagyon kiváló Naruto videómat. Remélem annak, aki már vagy harmadjára jelentette fel adatsértésért a Naruto videómat, felkúszik egy angolna csontváz a hátsó bejáratán. Na de ez a videó nem ezekről a témákról szól, hanem a magyar-kínai meséről, a Toruji Mikurosuról. Teljes kritikát nem csinálok, csak megnézem az első részt, meg a malomkődobós jelenetet. Ezt mind azért csinálom, hogy ne legyen olyan hosszú a videó, és ne kelljen megint 2 hónapot várnotok. Alrighty then, kezdjünk is bele! Rémlik, mintha látnám termetes növését. Ki a fene ez? Ja, ő a narrátor, elnézést kérek, a mesélő. Hallottam amúgy, hogy nem igazán írtak forgatókönyvet, hanem egytől egyig aranyszövegét szavalták. Mondjuk nem tudom, mit vártam, amikor ez Jankovics Marcának a specialitása. Ez az ember amúgy valami vadállat. Nézzétek, ő csinálta szinte az összes olyan magyar animációs filmet, amire szívesen emlékeznek az emberek. Na, ilyen kreatív vizuális elemekért szeretem a Marcit. Ha megnézek egy Jankovics Marcel rajzfilmet, és nem kell átkutatnom az általam fogyasztott enni és innivaló tudatmódosító szerek maradványai után, akkor rossz munkát végzett. A mesélő amúgy micsoda, csak egy olyan mesélő, vagy olyan omnipotens entitás, mint a Marvel univerzumban a Watcher. I have seen everything that has ever happened, ever will happen, ever could happen, and yet... What the hell is this? Hallanám dübörgő hangjait szavának, kik ma képzelnétek Isten haragjának! Szent István, a mesélő meghalt! Ah! Mi az, hogy akadálymentesítettük, ha vakon leülsz tévét hallgatni, akkor... Várj, hogyan olvassák el a képernyőn lévő szöveget? Wow, ez de kiábrándító. Gyerünk, már mindannyian tudjuk, hogy az openingnek kell a legakciódúsabb, legpörgősebb, legikonikusabb jelenetekkel és zenével teletömöttnek lennie, de ezzel reálként majdnem still frame-ből a leglagymatagabb zenei aláfestéssel egybekörítve. Ennyi erővel használhatták volna a Toldi anime openinget is. Csoda, hogy nem erről. Amúgy abban teljes mértékben igaza van, hogy már jóval előbb kellett volna egy adaptáció. A Szűz János vitézt is már mikor megcsinálta, miért kellett a csanád Toldira ennyit várni? Az ember él még? Mi a baja annak a bikának? Ó, hogy az Toldi egyik képessége, hozzáírom a többihez. Bírom amúgy, ahogy Toldi bámul a semmibe, a költő lejön a mennyekből, jól letaperolja, ez pedig Toldi szobor stílusba tűri. De most komolyan, ez egy still frame róla, legalább a haja nem lebeghetne egy kicsit? Ah, penis táj! Miért van úgy meganimálva a mesélő, mint egy Ed, Ed és Eddie karakter? The bubonic plague! I'm the bubonic plague! Micsoda? Jaj, bekeservesen. Jaj, bebúsan nézlek. Á, igen, látom, az új TF2 update elég sok új fejfedőt rakott az asztalra. Nézzétek ezt a sok stílust, van madár, 2 hal, fej... King Crimson. Vaddisznó edény, Krisztus előtt 400-tól 600-ig. Etruszk, kerámia. Paraszt én! Em így füstölög magában. Hát ki volna úr más szélese határban? Oké, okay, ez mi? Általában mindig ugye a kisebb dolgokról a nagyobb dolgokra zoomolnak ki, de ez így olyan hatást kelt lenni, hogy a Toldi Lilliputba élne.
Toldi György talán a róka lelkű bátya. Már elég idő eltelt azóta, hogy a legutóbbi animés viccel hangzott, úgyhogy... Hé, nézzétek, Toldi megölte szívtelen sátánt! Ah-ha-ha-ha! Milyen szívás lehet amúgy, hogy szétizzadja magát az ember egy eredeti, jó, eredeti animációs sorozaton, erre mindenki azt mondja, hogy ha-ha, Dragon Ball koppincs. Na is nézem, mit gondol erről Jankovics Marcell. Hát már nem túl sokat. Remélhetőleg a magyar animációs filmipar nem halt vele együtt. Hé, te nem is tudsz olvasni! Te csak maradj nyugton! Sikíts, ha fáj! Sokan viccelődnek azzal amúgy, magamat is beleértve, hogy Toldi olyan, mint szupercsillagharcos Goku, de ez szerintem sokkal inkább olyan, mint Broly. Az új Broly, azaz a felsőbbrendű. Gondoljatok bele! Gokunak csak a haja színe változik, de Brolynak az egész fizikuma átalakul, ha legendás szupercsillagharcos lesz belőle. Jobban is rímelnek a nevei. Ott van Broly és Toldi, a két májom. Go Toldi, go, go! Go Toldi, go, go! Go Toldi, go, go! Go Toldi, go, go! Toldi, ahogy megy leszólózni a Dragon Ball univerzumot. Azt a rohadt, de felvágták azt a malacot. Képzeljétek el, ha ezt Amerikába adták volna le. Egy hétig 7x7-szer annyira fűtöttek be volna a csiripelő weboldalon, mint amennyire szokás. Hé, láttátok azokat az idegesítő posztokat, amiket minden egyes hónapban legalább egyszer feltölt valami Jankó, hogy hú, de jól néz ki az animékben a kaja. No, ha ennek nem lesz Toldi is megfelelője, akkor megdöngetem az egész internetet. Uram, ez nem hiszem, hogy azt jelenti, amire ön gondol. Hát akkor meg mit? Hoppáré! Na, töröldéci a felvételt? Nem, mert vicces. Mi az, hogy nem? Ön úgy alkotott meg, hogy úgy gondolkozzak, mint ön, mivel én vágom a videókat. Ja, igen! Na, hol is tartottam? Ó, igen. Toldi György aztán kijönti a bort, ezzel magára haragítva az összes franciát 1000 kilométeres körzetbe. Mon Dieu! 3, 2, 1, begin! You disgust me. Nézd, hogy Toldi anyja feltörli a bort, aztán meg nem is hagyott foltot a ruháján. Már csak tejbe, vajba. Mi parasztnak is rossz? Ó, már Istenem, az csak nem az álló felszín a Jojo különleges kalandjaiból. Most, hogy így belegondolok, Toldi nem csak olyan, mint Broly, hanem nagyon sok közös dolog van benne Yugival is. Gondolj bele, szőke gyerek, hát fogjuk rá, és amikor átvált csatamódra, akkor a testük a 150%-ára puffad és hozzáadódik vagy 30 centi a magasságukhoz. Bírom, hogy Toldi együttéselni akarja a bátyját, erről felvesz egy nagyon odaillő lovasi sakpont PNG-t, hogy megvédje a fenevad csapásától. Ez emlékeztet a furfangos egér és a dőfös macska rajzfilmnél azokra a jelenetekre, amikor a rágcsáló egy háttértől teljes mértékben máshogy kinéző szerkentyűt használ arra, hogy a ciccans fájdalom receptorait működésbe hozza. Például könnyen le lehet szűrni, hogy a két rejtekhely közül Jeremiás melyiket fogja választani. Azt, amit az animátoroknak könnyen megrajzolni, azaz a kevésbé megművelt, úgynevezett... És emiatt találtam bohókásnak, hogy Gyuri egy részletesebb, jobban megrajzolt sisakot húzott a fejére egy kevésbé kidolgozott fejfedő helyett. Hiányolom az erősítés utáni mindent elsöprő szeleket, amiket ugye már megszokhattunk az animékben. Na igazából ebben a részben már nincs több olyan dolog, amiről beszélni akarok, ezt a videót sem akarom túlhúzni, mert ugye a K-projekt videó miatt eltűntem 2 hónapra, úgyhogy én már csak arra vagyok kíváncsi, hogy a... Repül a nehézkő. Ki tudja, hol áll meg és kit hogyan talál meg. Jelenetet hogyan oldották meg? Elnézést amúgy a gyatra minőséggel, de csak így tudtam letölteni a netről. Toldi tűr azonban, bárha nem békével, birkozik nagy lelke fellázadt dühével, majd meggyőzi magát. Imádom, hogy sublimálódnak a láncsák, amint földet érnek. A malomkő darabot fogta, Toldi György bosszantó népe közé dobta. Itt van! Itt röpül! Elzüllöl az apai háztól, mint amely kivert kan...
Egy nemes vitéznek lőn szörnyű halála. Wow. Látom, nem fogták vissza magukat. Vajon mennyi kis kölköt fog ez a jelenet traumatizálni? Mondjuk igen, jobb kérdés az, hogy nézi ez bárki is öregek is vicces kedvükbe lévő depressziós fiatal felnőtt mímlordokon kívül. Aztán Toldit elüldözik, majd a hét káosz nyíl erejével, Györggyel a legerősebb nem használóval, és cseh bajnok Hiszokával a legerősebb Quincyvel megküzd, hogy megkaparintsa a szent halálkaszát, hogy annak erejével megszerezze a One Piece-t és a barátság erejét, ami a legerősebb fegyver és páncél. Vagyis úgy emlékszem, így ért véget, az irodalom órák vége fele mindig bealudtam.